Stílusosan sportbemutatóval ünnepeltek az irinyisek. A műfüves labdarúgó és az új futópálya átadása jeles esemény az iskola életében. Az intézmény sajátossága, hogy kiemelten foglalkoznak a sporttal. Kezdve mindenki birtokba veheti. Mint Poyák István igazgató kiemelte, köznevelési típusú sportiskolaként ezzel a fejlesztéssel a feltételek sokat javultak. Hosszú távon nagy lehetőség, reméljük, hogy ezzel az iskola versenyképessége is növekedett, de nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy a gyermekeink abszolút modern körülmények között tudnak focizni, és a lábukat, ízületeiket kímélve futni. Az átadási ünnepségre neves vendégeket is hívtak. Jelen volt Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója, korábbi olimpiai bajnok, és Mészői Kálmán, a Magyar Labdarúgó Szövetség nagykövete is, aki szívesen állt be néhány percre a focizó diákok közé. Balatonfüszön a sportolásnak jó alapjai vannak. Ezt Kucserka Mária mondta az 1972-es gerelyhajító olimpikon. Ő is az irinyi iskolába járt, és annak ellenére, hogy akkor még nem voltak ilyen modern sportlétesítmények, sikeresen haladt sportpályafutása során. Mint elmondta, akarattal, lelkesedéssel, kitartással jutott az olimpiai sikerig, és büszke arra, hogy Füszfő az otthona. Nem szabad akkor sem megtorpanni, ha nehezebb körülmények közül indulunk. Nem szabad irigykedni a másikra, aki esetleg nagyobb lehetőséget, több lehetőséget kap, akár a feltételekbe, akár másbe, hanem meg kell mutatni, hogy vagyunk mi is olyanok, füszfőiek főleg, és ezt nagyon sokan megmutatták a sport terén is, többféle sportágban, hogy igenis tudunk küzdeni, kitartóak vagyunk, fel tudjuk venni a versenyt velük, és oda tudjuk tenni magunkat igazándiból. Én azt hiszem, hogy ez vitt bennünket, jó magamat is mindig előbbre, és az a bizonyítási vágy. A műfüves labdarúgó pályát az iskola pályázatból tudta megvalósítani, a futópálya költségeit viszont az önkormányzat biztosította. Először úgy volt, hogy az egész pályát elfoglalja egy nagyobb műfüves pálya, de később az iskola kérésére módosítottuk ezt, és ez a műfutópálya is megvalósult. És ha már mi dolgozunk, akkor dolgoztunk annyit még, hogy megújult az iskola környezete is. Egy színpad létesült, amelyben az intézmények programjait színesebbé tudják tenni, és egyéb növényzetek telepítésével is még vonzóbbá tesszük a gyermekek az iskola udvarát. A diákok már birtokba is vették a futópályát, mint mondják, érzékelhető a különbség a korábbi pálya minőségéhez képest. Rendszeresen futok, mert kosárlabdához ugye rendszeresen kell, és ez a futópálya azért jó, mert hogy kevésbé sérül le tőle a bokám, mert hogy jobban így kidob, meg kényelmesebben is lehet rajta futni, és tudok rajta edzni nagyon sokat. Mind a futó, mind a foci pálya minden igényt kielégítő. Utóbbi labdafogó hálóval, palánkkal és világítással áll az iskolások rendelkezésére. Bár az idő nem volt kegyes az átadás napján, a tanulók lelkesedése és sportolási kedve biztosíték a pályák hosszú távú kihasználtságához.